A moldvai csángó dallamokat és táncokat varázsolják a közönség elé koncertjeiken, de elsősorban igen népszerű táncházaikba a 2008-ban megalakult Berka együttes tagjai. Több száz felnőtt és gyermek táncházat tartottak már Magyarországon és európai országokban. Három nagy lemezt is kiadtak. Programjukban egyaránt feltűnik a gyimesi, felcsíki és somogyi muzsika. Hajdú Szoboszlón először léptek fel a 28. szoboszlói folk hétvégére kapta meghívást. A Berka július 22-én szórakoztatta a szabadtéri színpad közönségét. Világzenét játszik az Endrődi Szabolcs és Szalai Gindli János által 2008-ban megalapított Berka együttes. A zenekar tagjai az ismert hangszerek mellett különlegességeket is becsempésznek összeállításaikba. A 28. szoboszlói folk hétvége színpadán is erre törekedtek. Most októberben ünnepeljük a 15 éves születésnapunkat. Moldvai csángó népzenét, táncházi zenét kezdett a zenekar játszani 2008-ban, és a zenekari repertoárunk, a koncertrepertoárunk az fontosan fejlődött az elmúlt években, és ezt a táncházas repertoárt bővítettük ki, már nem autentikus hangszerekkel, tökdudával, kínai tökdudával, hurusival, középkori salmelyekkel, dudával, és egy autentikus zenei alapokon nyugvó, moldvai világzenét játszik a zenekar, hogyha lehet így fogalmazni, amiben különböző hangszerek, amik valamilyen módon kapcsolódhatnak Moldvához, megszólalnak a koncert közben. A hattagú zenekar számos hangszeren játszik, közülük ketten a kavalon is muzsikálnak. Ez egy pásztor hangszer, ami Moldvában honos, ez egy tyukú, nagyon szép hangszer, amiben dünnyögve kell játszani. Nem összekeverendő a bolgár kavallal, melyik hétlyukas kromatikus rendszer.
Köszönjük szépen! Mi szerettünk volna egy ilyen komplett zenekarként megszólalni. Az alapvető elképzelés az volt, hogy akkor mi egy elsősorban baráti társaság vagyunk, és a hangszerek azok így alakultak, hogy amennyien voltunk, azok tehát két furiával, hegedűvel, kobozzal, dobbal és énekkel állunk ki mindig, hogyha koncertről van szó. Ezek kicsit fognak bővülni mondjuk a 15 éves születésnap alkalmával, amikor cimbalmost és nagybőgőst is meghívunk, és akkor teljesen ilyen összetett hangzásra is van lehetőség. A Berka tagjai tulajdonképpen egy baráti társaságot is alkotnak, a civil életben pedig jelenleg kisgyermekes családokban élnek. Az, hogy a zenekarba ki hogy szeretett bele, az teljesen külön sztori, de ez egy közös szerelem mindenki részéről, amit nagyon-nagyon szeretünk művelni. Csángó nincs a zenekarunkban, a tánctanárunk viszont Csángó, de mivel most koncertet játszunk, ezért ő nincs itt. Úgyhogy van kötődésünk Moldvához is nagyon sok. A magyar oktatás, a kinti magyar oktatás összes helyszínén játszottunk. Korábban, ugye most nálunk kisgyerekek vannak, mindenki meg van házasodva és cseperednek föl. Ez a mozgási lehetőségeinket némileg korlátozza, de várjuk, hogy felnőjenek a gyerek, és megyünk majd. Hajdúszoboszlón még nem voltunk, úgyhogy nagyon örülünk a meghívásnak.